hagyományos rendezvény, ám új helyszínen. Körülbelül így lehet összefoglalni a 2022. évi gyermeknapi rendezvényt, amelyet a pandémia okozta kényszerű szünet után ismét megrendeznek, ám nem a korábbi helyszínen, a Cserepesház mellett, hanem új helyen, az IKEA előtt levő területen. Vendégünk itt a stúdióban Lévai Sándor, a Cserepes KFT szakmai igazgatója, akit arra kérek, hogy mondjon el mindent, amit erről a programról tudni kell. Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a tisztelt nézőket. A gyereknappal kapcsolatban mindenképpen meg kell említeni, hogy a pandémia előtti időszakban volt az utolsó nagyobb rendezvény, akkor a Cserepes Ház melletti, füves területen volt ez a rendezvény megszervezve. Most az IKEA előtti területen lesz az IKEA támogatásával. A gyereknapra egy pici történetiségében érdemes visszaemlékezni, hogy mióta ünnepeljük, vagy mióta emlékezünk meg a gyereknapról. Mindenki számára nyilvánvaló, hogy május utolsó vasárnapja hivatalosan a Nemzetközi Gyermeknap. Utána néztem, és 1954 óta ünneplik a világ összes országában. És nagyon érdekes ez a ünnepnap, mert egy változásra adott lehetőséget az ENSZ közgyűlése fogadta el ezt a határozatot, és kérte az országokat, hogy mindenki egy önálló napot jelöljön ki, és a gyerekek szempontjából fontos napot. És Magyarországon így került e, május utolsó vasárnapja kijelölésre, tehát 54 óta emlékezünk meg, illetve ünnepeljük a gyerekeket. Ika előtti terület e, május 29-e vasárnap, tehát a napján tartjuk ezt a rendezvényt, Délelőtt 10 órai kezdettel, és délután 16.30-ig folyamatosan lesz program itt ezen a területen, ezen a helyszínen. Különlegességgel készülünk, reméljük, hogy a technikai feltételek is megfelelőek lesznek, uh, filmetítés lesz. A délelőtt folyamán is egy filmetítés, és a délelőtt, uh, délután folyamán is egy filmetítés. Délelőtt a Gru című animációs vígjátékot láthatják a gyerekek, délután pedig el a kezeket a papámtól, egy új magyar film kerül ismét bemutatásra, talán azt hiszem a tévében már egyszer vetítették, de ilyen közösségi vetítésen most fog először szerepelni szabadtéri rendezés keretén belül. A film rendezője Dobókata, a híres színésznő, és van egy tíz éves kislány, aki főszereplője ennek az alkotásnak. Marcinka Bori a kislánynak a neve, aki tíz éves volt, amikor forgatták ezt a filmet, és ő az egyik főszereplője ennek a ö, filmnek. Lehet találkozni a filmetítés követően délután a rendezővel és a kis színésznővel is ö, ezen a délutánon. Természetesen nem csak filmvetítésből áll ez a délelőtt, illetve délutáni program, hanem nagyon sok érdekes ö, program lesz még. Így tíz órás kezdéssel egy Tátika Varga Ágnes vezetésével Tátika előadó művésznő, illetve együttes fog fellépni a színpadon. Gyerekeknek főleg óvodáskorúakat várunk a kezdésre, délelőtt 10 órára. Ezt követően show, majd pedig természetesen különböző kísérő programok folyamatosan az egész nap folyamán találhatóak és láthatóak ezen a helyszínen. Nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy 16 órakor lesz egy tombola húzás, és a tombolahúzás húzás főnyereményét az IKEA biztosítja számunkra, Értékes főnyeremények lesznek, főleg ilyen plusz állatkák, plusz macik, nagyméretű plusz maciknak a, a, nyeremény lehetősége lesz. 16 órakor lesz ez a sorsolás, egész nap lehet szerezni ilyen tombolát, illetve vásárolni is lehet, és ennek a fődíja lesz 16 órakor kisorsolva arcfestés, ugrálóvár, bűvészek, gólyalábos színháznak a bemutatása, gyerekeknek bűvészkedés, oktatása, tanítása. Négy-öt helyszínen is fogunk ilyen jellegű aktivitást biztosítani a gyerekek számára. Feltétlenül kiemelném ezen sorból a helytörténeti műhelynek a jelenlétét. A Samoda József helytörténeti műhely, amely a mi cégünknek a keretén belül működik immár 2004 óta, ők is jelen lesznek egy sátorral, és a helytörténeti műhelyben kifestők, rajzok, kis kvízjátékok lesznek a gyerekek számára előkészítve, illetve feladványként feladva. Itt, itt lehet nyerni tombola egyeket ingyenesen, természetesen, és e, zugló helytörténetével kapcsolatos kérdésekre lehet válaszolni. Nagyon népszerű volt a korábbi rendezvényenként is, én bízom benne, hogy ez is e, újra népszerű lesz a zuglói gyerekek körében. Ugye kötelező kérdés ilyenkor, hogy május 29-e persze az a szép nyár kezdete, de mégis ha netán rossz az idő, mi történik. Terveink szerint, nyilvánvaló a szponzor révén, az IKEA épületén belül fogjuk megrendezni, egy csökkentett programmal ezt a gyermeknapi rendezvényt. Tehát nem marad el, ha véletlenül egy egész napos eső köszönt ránk, akkor bent az IKEA épületén belül tudjuk ezt megvalósítani. Nyilvánvaló programokat kell azért elhagyni ebben az esetben. Készülünk, még egyszer mondom, sátrakkal, hogy próbáljunk árnyékot biztosítani. Egy egész napos programot jelentez, tehát nem gondolom, hogy lehet mozgás, délelőtt el, kijönnek, délután visszajönnek, haza mennek a gyereket, lefektetik pihenni, ebédet követően, és vissza fognak jönni a térre. De bízunk benne, hogy a tombola sorsolása biztos visszajönnek, hisz a főnyeremények nagyon fontosak. Még egy ö, dolgot említenék meg, a szintén a szponzor jóvoltából úgynevezett petákokat is ez a helyi kis Pénz nem az ikának, lehet kapni, nyerni, és itt pedig üdítőt, illetve hoddogot fognak a jelenlévőknek kisorsolni, illetve ennek a petáknak a fejében átadni. Ugyancsak kötelező kérdés, nyilván ingyenes a rendezvény, de van -e esetleg szükség bármelyik programhoz regisztrációra, én nem tudom, filmvetítésre? Mivel, mivel szabadtéri programról van szó, és nem egy zárt tér keretén belül, így regisztrációt most nem kértünk. Gondolkodtunk azon, hogy azért, ha nagyon nagy lesz az érdeklődés, hogyan tudjuk a gyerekeket lefoglalni, de bízunk benne, mi szervezők, hogy erre is fel vagyunk készülve. És még egy nagyon fontos dolgot a végére hagyt tegyek hozzá, a programokat illetően. A kerületi tűzoltóság is kijön egy szerkocsival, illetve a kerületi rendőrség is, kutyával, illetve rendőrautóval jelen lesz. Nemcsak a biztonságot fogja felügyelni, hogy a gyerekek beülhetnek, megnézhetik, és belülről is egy nagy élmény fog számukra jelenteni a kerületi tűzoltóság, illetve a rendőrségnek ez a programja. Reméljük, a Siréna azért le lesz tiltva. <gül> <gül> igen. De, e így is nyilván jól fognak szórakozni a gyerekek. Köszönöm szépen, hogy eljött. Kérlek. Önöknek jó rendezvényt, a résztvevőknek pedig jó mulatást kívánok. És jó időt! És jó időt mindenkinek feltétlenül. Köszönjük szépen!